Szerbusztok, kedves nézők! Most egy kicsit ügyvédi oldalról fogjuk áttekinteni a játékot, tehát aki nagyon szeretne, hogy élvezze, hogy szenvedek, az ott teszi, hogy nézi. Szevasztok, én Májdog vagyok, és ez itt a Zombie Digny Kutya Games szagolja videó, és ez itt pedig a Five Nights at Freddy's 2. És még mindegyen, még mindig a demo, de hát nekünk ez jutott. Most egyelőre idővel, ha nagyon megszerettétek a játékot, és szeretnétek minél több videót, akkor elintézem, ahogy meglegyen a full verzió, stb. Azért folytatom inkább ezzel a második részsel, mivel hogy ez fel is. Az első részt szerintem elég volt abból egy rész, ebből pedig igyekszem, akkor mostantól több részt is gyártani, ha szeretnétek. Nem fogom mondani nektek, hogy végig fogom tolni, mert ahogy láttam, eléggé szivat... bocsánat az előbbiért, megint eszket nyomtam, ami rohadtul nem jó. Oké, másik kontrollt is lehet használni, véletlenül sem nyomjam be az escape menüt. Pár dolgot megtudtam a játékkal kapcsolatosan, hogy jobb, ha spammeljük ugye a gombokat, ott van a lány Foxy. Mi pedig az, hogy ezek a játékverziós robotok. Tehát direkt vannak ilyen kevésbé ijesztőre megcsinálnak, de a jumpscare-nél tök mindegy, hogy mi ugrik az arcodba igazából, nem? Én úgy gondolom, hogy igen. Fura sapka nélkül látni, nem? Megint. Most ilyen időt élünk. Nagyszerű. Senki nem jön még sehol. Foxy. Valamilyen nyaktöréstől volt szó. Oh, itt van már. Fönt, látjátok? Ha. Egyedül nem annyira vicces már ezzel játszani. Hol van a zenedoboz? Ott van, fönt a kis aranyos. Oké. Miért nem beszél velem tovább ez a csávó? Nyugodtabb lennék. Nem? Legalább valaki kommunikál velem igazából, és én most így úgymond magamban beszélek igazából, pedig hozzátok beszélek igazából, akik nézik. Na, hát az jön. Ez most... Hallottátok? Töltöd föl. Hello. Ki hellózik itt nekem? Ez a lány. Most a rózsaszín Foxy. Ez túlságosan jön. És még amúgy olyan dolgokat tudtam meg a játékkal kapcsolatban, hogy az első részben, amikor rátok ugrik és ugye sikít, az amúgy egy rövidített verzió, mert ha azt tovább nyomja a játék, akkor egy gyerek sikolja van benne. Mert ugye a sztori szerint, ahogy a Giga is mondta, az, hogy... De jó, itt a Foxy. Az az ugye... Menj a arcomra fogom... Na, most már más van itt. Oké.
Nem tudom, mit akartam mondani. És hol jön? Na, hallottam. Bemászott. Aha. Van nagyon érzésem, hogy mindjárt vége lesz a játéknak. És annál oknál fogva... Aha, ott van egy hülye, az nem ijesztő amúgy. Bár nem tudom, hogy mi történik, amikor az arcomba ugrik. Itt volt egy nyuszika. Szia nyuszika, hoztad nekem a pálinkát? Ez így nem fog eltűnni? Aha. Ez eléggé ciki, hogy már a második estén nem tudok tovább jutni. Nyomunk még egy kört. Meg kéne csinálnom valahogy, három, de én még szerintem ezt embernek a taktikáját még nem tanultam ki. Lehet, hogy pár hónap múlva ismét fogok ezzel jelentkezni, és hát addigra már nagyobb tapasztalatokkal fogok rendelkezni, mert eddig ez így nem ment túlzottan jól. Tök jó, hogy itt van egy olyan szoba, hogy atom sötét. Hívjál már. Ja, ott az a hülye. Miért nem hív a csávó? Miért nem méltóztatik hívni engem? De jó vagytok. Meg azt hattam észre, annyira nem ijesztő, mint az első része. És nem tudom miért. Annyira akkora potenciál nincs benne. Hol van az a hülye felakasztva? Ja, ott van. Amúgy ez a windbox, ez egy fasság. Szerintem hülyeség az egész igazából, hogy most már ilyen lett a rendszere maga. Miért nem hív a faszi? Miért nem hívott? Mert már ugye befejezte. Megindult. Az egyik már megindult. És van egy olyan sejtésem, hogy a kacsa, jó, fasza. Az is elindult már. Nem, a kacsa ott van. Háj. Anyádnak mondasz, hogy háj. Szia! Nézzük. Itt a kacsa is. Aj, ott van fönn már a hülye lány. Róka is. Tök jó, hogy már 202 csík elment az aksimból. Az a gond, hogy lényegében muszáj használnom, mert lófasz nem látom. Olyan még a Freddy nem ment el. Na, az már ott van, de jó. Szemben már van egy. Ott van a kacsa. Ez is jön, egyre közelebb jön. Hogy de nagy ízű lény lenne mögöttem. El kell tölteni. Itt a kacsa. Itt a Foxy, meg a Nyuszi is. A Nyuszi az most fog bemászni. Ott a róka is.
Nagyon jó. Szia! Jó, van, inkább fölveszem most már. Elmegy a nyuszika. Azt nem tudom, miért megy előttem szimplán? Mi értem annak? Itt a Freddy is, de kurva jó! Kellettél nekem, bazd, mint a rossz pénz. Ijjajjaj, húzós lesz. Ha elfogy a lámpám, az nagy szarba leszek. És még csak 3 óra van. Az a problémám. De jó, de jó. Jó. Aha. Inkább ugye meg a beszédek, azért visszafogom magam a beszédileg. És fingom sincs, hogy why. Jó van. Ki az a hülye, aki ilyen munkát bevállal? Én max úgy, hogy egy sörétes puskám van. Vagy nem tudom, vagy egy kockába eszek bezárva. Jó, mindig itt fog meghalni, mivel hogy... Because... Már mászik előrébb, mindjárt arcomba fog ugrani. Ott a hülye gyerek. Ott van az is, akkor maszkod föl. És megy vissza valamelyik legalább. Nyuszi itt van. Jó. Hülye gyerek is ide. Hello, hi, meg ilyenek. Hagyj békén. Thank you. Very much a falvak. Mindjárt megvan, most már nem baszhatom el. Ugye meg fog dögleni, mint a kicsa. Itt fog megdögleni. Most már vagy túl kell ezt élnem. Ugye? 5 óra van. Gyerünk, légy szíves. Ez nem gond, hogy csak ennyit tudok villogni. Csak ne halljak meg. Utolsó percekben vagyok. Beadom még. Nagyszerű! Sikerült, gyerekek! Na szóval akkor ennyi lett volna ez a videó, pont vége is van a demónak. Rosszabb lesz. Ó, van, köszönöm szépen, kedves Five Nights at Freddy's alkotója, most így hirtelen nem tudom, hogy hívják. Scott Kevton, mindegy. Szeretnétek még videót bele, én szívesen csinálok, ugye el kell vinnem az első 2 pályát, át kell vinnem. De amúgy direkt volt szerintem ilyen nehéz. Ha szeretnétek akkor videót, akkor írjátok meg kommentbe. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!